Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Sümegen a Gesztenyevirág Fesztivál keretében élettel telt meg a Tarisznyavár középkori látványpiaca. Ezen a helyszínen a vásári kavalkád mellett a már második alkalommal megszervezett értéktárs vetélkedő várta a játékos kedvű csapatokat. A közösségi esemény célja az volt, hogy a csapatok megismerjék és megszeressék a település értékeit, a gyermekek pedig felfedezhessék azokat. Összesen 12 csapat szállt versenybe. A program a Közös Értékeink Sümegen című pályázat támogatásával valósult meg. A Tarisznyavárnál elhelyezkedő középkori piac volt a gyülekező helyszíne, innen indultak a csapatok. Többféle korosztály képviseltette magát, általában fiatalok és felnőttek együtt vártak neki a 7 állomásból álló vetélkedésnek. Összesen 27 települési értéket ismertek meg közben. A csapatok lelkesen vettek részt a kreatív játékokban. Közösségi munkával, workshopokon keresztül a civilekkel és azokkal a civil szervezetekkel, akik amúgy is már benne vannak a települési értéktárba, velük alakítottuk ki a feladatokat, és ők vállalták az állomásfőnökök szerepét is. Ugye már maga a tervezés is egy nagyon közösségi szellemben valósult meg, és 11 csapat regisztrált, akik pedig elindultak, és akkor szépen végigjárják az értékeket, a vár, a Tarisznyavár, a Ramazetterház, Kisfaludi ház templomot, és akkor ott nagyon izgalmas gyakorlati és elméleti feladatokat kell nekik végrehajtaniuk. Nem fontos, hogy teljesen 100%-ban információkkal legyenek tisztában. Itt inkább a játék a lényeg, és az, hogy az értékeink, amik itt vannak mellettünk minden nap, és elmegyünk mellettük, és annyira természetesek, hogy életünk része, hogy nem is tudjuk, hogy milyen hatalmas, megint azt mondom azt a szót, hogy értéket képviselnek, de így kicsit mélyebben megismerik, közelebb kerülnek hozzá, és talán a következő napokban úgy néznek majd a várra, vagy a püspöki palotára, hogy igen, micsoda élmények fűződnek hozzá. És miután végigjárják a helyszíneket, tallérokat gyűjtenek, és ezeket a tallérokat itt pedig a piacon el is költhetik. Úgyhogy ezen a napon ma mindenki nyertes lesz, olyan szinten lesz nyertes, amennyi a tudása, vagy ahogyan meg tudja találni akár interneten, vagy a kis kiadványban a válaszokat, de az biztos, hogy gazdagodhatnak majd tapasztalatokkal és jó kis helyi termékekkel, és mellette még 3 helyezettet is tudunk majd kihirdetni a csoport, aki legtöbb tallért gyűjti. Úgyhogy egy nagyon szép délelőtt előtt állunk, ami tartalmas és információkkal és élményekkel teli lesz. Ez a Ramazetterház, és itt Ramazetter Vincével kapcsolatos feladatok várnak a csapatokra. Egy totó, egy összerakós játék, és mivel ebbe a házba került kiállításra a geológiai feltárások során lévő dolgok, így geológiai kérdés is vár a csapatoknak. Fontos még számunkra, hogy a fajkátszás gyűjtemény is ide került a Ramazetterházba, és avval kapcsolatos kérdésekre is kell, hogy válaszoljanak, és a jelen, és hogy a jövőt tekintve is, hogy a fazekasságot kivitte tovább például, és ez is fontos kérdés. És miért gondolta a Városvédő Egyesület, hogy fontos, hogy részt vegyenek ebben a játékban? A városvédők ebben foglalkoznak, a városnak a múltjával, jelenével is próbáljuk a jövőt is mindenbe belefoglalni. Ezen a helyszínen 4 települési érték jelenik meg, természetesen a püspöki palota, a plébánia templom freskói, a keresztes nővérek és a 4. vendégszereplőnk, az a Ranolder sajt, aminek éppen a freskók adják ugye az apropóját, Maul bács is megfestette, ugye a sajtot kínáló pásztor alakjában önmagát a templomra. Úgyhogy 4 értékhez rendeltünk gyakorlati, elméleti, akár okostelefon használatot is kívánó körmönfont feladatokat, és nagyon sok tallért lehet itt is gyűjteni. Ugye látja, mi a jelentősége ennek a játéknak?
Az elsődleges természetesen a helyismeret, tehát hogy a települési értékeket egyre jobban megismerik, és nem csak a helyiek, az is nagyon fontos, hogy a helyiek tudják, hogy mire lehetnek büszkék, de ugye akik vendégszereplők nálunk, azok is megismerik az értékeinket. És nem utolsó sorban csapatépítő játék is. Gyereknap alkalmába jöttünk el a kisfiammal, és nagyon szeret gyűjteni dolgokat, és itt ugye tallérokat kell gyűjteni, és ebből az elgondolásból. Mennyire fontos önöknek, hogy megismerjék Sümeg értékeit? Hát mivel helyi lakosok vagyunk, többségében ismerjük, mivel itt élünk. Milyen feladatok várnak itt a csapatokra? Itt három feladat vár a csapatokra. Az első az a könyörgés, a csodatevő sümegi szűz Mária, fájdalmas szűz Máriához. Itten 9 tehát kell a helyettesíteni a szavak helyett. A fuvózenekarnon milyen hangszerek szerepelnek, ezért is kapnak tallét, és a harmadik pedig a kakuktojás, az pedig, ami nem részből van a fuvózenekarban, azt kell kitalálni. Ez a három feladat van itten, és 15 tallért lehet összesen összegyűjteni. Ezen az állomáson 10 kérdést kell megválaszolniuk, illetve hát teljesíteniük a feladatot. Hát elméleti kérdések is vannak, hogy mikor épült a váristáló, aztán ügyességi feladatok, hogy vezetni kell a kutyát le, olvasni a csipleolvasóval a csippet, akkor meg kell fújni a vadászkürtöt, fel kell sorolni, hogy milyen eszközök vannak itt, milyen színűek a kutyák. Úgyhogy nagyon érdekes, és nagyon élvezik a csapatok. Ez az egyetlen kopófalka itt, és az értékek között, ugye Sümeg értékeibe benne van, és hogy ismerjék meg az emberek, hogy ahol laknak, vagy a szomszédos településen, attól függ, hogy honnét jött a csapat, hogy milyen értékek vannak, mert nagyon sokan nem tudják, és ez nagyon fontos. A csapatok nagy kedvel és lelkesedéssel végezték a feladatokat. Azért döntöttünk, hogy együtt legyünk, tehát itt az a legnagyobb érték. Persze a győzelem is fontos, meg hogy tallérokat gyűjtsünk, de a legnagyobb kincs az, hogy együtt vagyunk, és együtt csinálunk valamit, és csapatépítés. Miért gondolták, hogy eljönnek erre a versenyre? Hát, hogy egy kicsit a fiúk is ismerkedjenek azért a Sümeg nevezetességeivel. Játszanak egyet, tehát így szórakozás céljából. A gyerekeknek hamar lettek kedvencei. Ahol képeket kellett kirakni. A kockák tetszettek a legjobban. Mi Nemeshanyból jöttünk, egy közeli kis településről, és az értékek ünnepén a nemeshanyi csipkésekkel veszünk részt a Tanisznyavárban tartott rendezvényen, és ezt kihasználva akkor indulunk ezen a fantasztikus programon, és nagyon örülünk, hogy belevágtunk a két kisgyerekkel, nagyon sok új ismerettel bővültünk, és gratulálok a csapatnak, meg az ötletgazdának. Mi a Szegedi Róza női kart képviseljük, hárman vagyunk itt, és először egy énekes feladattal indítunk, és az örömódát, hogy ismerik-e, ugye tudjuk, hogy a magyar születelőének és az örömódának van kapcsolata. Fellépéseink során is találkoztak ezzel a nézők. Továbbiakban pedig ki kellett tölteni egy feladatlapot, és híres embereknek fotóit kellett felkeresni itt a múzeum területén. Kisfaludi Sándor, Darnai, Medina Mária. Szerintem akik ide jöttek hozzánk, tehát nagyon jól érezték itt magukat. Családok, gyerekek felfedezik Sümeg nevezetességeit. Természetesen a vár sem maradhatott ki a felfedezni valók közül. Most nálunk 4 feladat van, illetve a felfelé úton még egy. Ahogy jönnek fel a várba, meg kell számolni a patkókat az úton. Utána bemennek a darabontok szobájába, ott kipróbálhatják a korabeli stílusú kockajátékot. Itt utána a második feladat nálunk a lufi kiszúrása lovastusaként. Aztán mehetnek a kápolnába harangozni. Ott a feladat lényege, hogy a harangot nagyon nehéz úgy megoldani, hogy csak 3-at konduljon, és pontosan 3-at kell nekik. Utána pedig felmennek az öreg torony tetejébe, ahol meg kell keresni egy nevet az egyik molinón. Szerintem nagyon jó szórakozás nyújt egyrészt a gyerekeknek, másrészt körbeviszít őket a városban is, ugye a lenti feladatokkal, továbbá itt a várba is egy kis motiváció, hogy felnézzenek, megismerjék,
ezen kívül meg oda is benéznek, ahova alapból nem feltétlen mennének el. A csapatok tehát így jártak állomásról állomásra, még nem visszakanyarodtak a Tarisznyavárhoz. Sümegen a bőség zavagával küzdünk, 10 év múlva, meg valószínűleg 50-100 év múlva is az akkoriaknak lesz bőven elég érték, akár épített, akár kulturális szellemi, amit lehet gyűjtögetni, és lehet rá büszkének lenni. Egyébként ez a lényeg, legyünk büszkék arra a helyre, ahol lakunk, legyünk büszkék Sümegre, és a mostani díjazottaknak külön is gratulálok. Mert hogy ez a vetélkedés nagy izgalmakkal is járt, a végére kiderült, melyik csapat gyűjtötte a legtöbb tallért, előtte azonban egy kis eszperente. Fergeteges, emelkedett perceket szerzett a verseny. Nevelt, nevettetek, kerestetek. Kezeket helybe verjetek, jelezzetek, tetszette egy nyertes egylet. A játék végén az első 3 helyezettet díjazták, ám az biztos, itt, ezen a napon mindenki győztes lett. A Kompanyi Sofia óvoda csapatát kérem, ők lettek a harmadik. A második helyezett egy nagyon-nagyon érdekes nemű csapat. Első helyezett, ami frampás elbetűket kellene most nekem is összeszednem a fejembe. Kedves emberek, akik gyerekeket nevelnek. Úgyhogy jön az A-tól Z-ig csapata, akik 146 pontot szereztek, szóval 6 bónusz pontot kaptak valamelyik állomáshoz. Az értékek napján az interaktív vetélkedőt helyi és környékbeli előadók kulturális programjai színesítették, valamint számos kézműves is bemutatta tevékenységét, portékáit. Annál is inkább, hiszen a csapatok itt ezen a napon a vetélkedő során gyűjtött tallérokkal fizethettek. Igazi, ötletekkel teli, hangulatos közösségi esemény valósult meg a Hungarikum pályázatnak és a lelkes szervezőknek köszönhetően. A csicsóné háza előtt fekete disznó röfögött, selye bunda, 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 csirigáni, csalogáni, cifra, bunda, selye bunda, 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 csirigáni, csalogáni, cifra, bunda.